beszélget, most már itt tartunk az ellenzéki összefogás kapcsán, mert hogy gyakorlatilag lezárultak az ellenzéki pártok közötti hivatalos egyeztetések, hogy ki kivel közös listán, nem közös listán, ezeket a történeteket ismerik. Aztán most már napról napra jelenik meg például egy fotó, hogy Gyurcsány Ferenc Fodor Gáborral beszélget, aztán a cikk már arról szól, hogy elképzelhető-e, hogy a liberálisokkal köt szövetséget a Gyurcsány Ferenc pártja. Szóval, hogy találgatás van épp elég, de az már nem találgatás, hogy Kerékbárci Szabolcs, aki az MDF politikusa volt, aztán Bokros Lajos tanácsadója volt az elmúlt hónapokig, belépett a Demokratikus Koalíció pártjába. Kerékbárci Szabolcs a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én a hvg.hu-n olvastam azt, hogy ön kopogtatott az Együttnél is, aztán az MSZP-nél is, aztán nem kellett nekik. A DK-ba meg beengedték. Így volt? Tehát végigért mindenkit, hogy jönnék politizálni. Igen. Lehet? Az MSZP-t, a Jobbikot és a Munkáspártot ki tetszett hagyni. Nem, ez természetesen nem így történt. Aki egy jó pár évet eltölt a közélet valamilyen részén, peremén, közepén, környékén, az nyilván ismeri a többi szereplőt a közéletben. Nekem régóta van kapcsolatom számos demokratikus politikussal, demokratikus közéleti szereplővel, értelmiségivel. Így természetesen az elmúlt három évben időről időre beszélgettem Gyurcsány Ferenccel is, és más DK-s politikusokkal is. Ja, de én azt nem azt kérdeztem, hogy beszélgetette az elmúlt három évben politikusokkal, feltételeztem, hogy azt kérdezte, hogy kopogtattam-e ajtókon. Az igaz, hogy először az Együtt PM Szövetség, vagy az Együtt 2014 párthoz szeretett volna csatlakozni? Nem igaz. Aztán, hogy utána az MSZP-hez szeretett volna csatlakozni? Nem. És az sem igaz, hogy a Jobbikhoz, és az sem igaz, hogy a Munkáspárthoz, és a Fideszhez sem kívántam csatlakozni. Egy szabadelvű konzervatív embernek tartom magam. Ilyen szellemben próbálok beszélni, írni, akár nyilvánosan, akár nem nyilvánosan. És amikor eljutottak a beszélgetéseink a Demokratikus Koalíció vezetőivel arra a pontra, hogy tudnánk együttműködni, akkor mondtam én azt örömmel, hogy szívesen váltok. Tudnélik, ma az ország nagy baj. Mit vált? Az ország ma nagy bajban van, a demokrácia veszélyben van. Az ember eldöntheti, hogy értelmiségiként a továbbiakban is publicisztikai tevékenységgel, közösségi oldalakon, bejegyzéseket író emberként szeretne időnként beledörmögni a magyar életbe, vagy pedig azt mondja, hogy ha hisz azokban az értékekben, amelyeket magáinak val, és hisz saját magában, és hisz egy közösségben, akkor velük együtt próbálja a politika szintjén a változásokat elhozni. A DK kereste meg önt, vagy ön kereste meg a DK-t? Mondom, Gyurcsány Ferenccel, Debreceni Józseffel, Vadai Ágnessel, Molnár Csabával, több vezetőjével, Vitány Ivánnal, másokkal, ahogy más demokratikus érzületű értelmiségiekkel és politikusokkal az elmúlt három évben kapcsolatban voltam. Azt most ne kérdezze tőlem, hogy kikerestem-e 2010-ben először a másikat, mert erre nem tudok válaszolni, mert nem emlékszem erre. Miért 2010 óta húzódott már ez, hogy majd egyszerre nem volt DK? Nem is volt demokratikus koalíció. Hát ez egy kicsi ország. Itt a demokratáknak, a demokratákkal kell egymással együttműködni. Demokraták ismerik egymást. Vannak demokratikus pártok. Arról szól ez a történet, hogy másoknak nem kellett ön. Nem arról szól a és történet. És a DK-nak igen, vagy pedig arról szól a történet, hogy ön már hónapok, vagy akár évekből mondjuk kettőt mondhatok, két év óta azt látja, hogy a hazai demokratikus pártok politikája és értékrendje közül a demokratikus koalíciói igen, az, ezt látom. Ahogy csatlakoznak. Ezt látom hónapok óta, hogy a demokratikus koalíció programja az a program, amelyik a magántulajdon többségére épülő, szabad, szabályozott, de szabad versenyen alapuló kapitalizmus szeretne, nem akarja a kapitalizmust kiszorni a mosogatóba, nem kíván államosítani, a társadalmi szolidaritást úgy képzeli el, hogy az egyéneknek és a kisközösségeknek kell sokkal nagyobb autonómiát, sokkal nagyobb szerepet vállalniuk a társadalomban. Ezt mondja az Együtt, meg az MSZP. Nem, hát bocsánat, az összes szabad szemmel
látható társadalmi támogatottsággal rendelkező párt felállt akkor, amikor a Dunafer nevű céget államosítani akarta a kormány, és azt mondta, hogy jaj, de jó, örülnek ennek. Nincs miből. Magyarországon nincsen gazdasági növekedés. Magyarországon nem teremtődnek munkahelyek, nincsenek beruházások. Egy nagyon pici közösség az, amelyik Magyarországon adót termel, és ezt próbálja általában a politikai osztály még szétosztani demagóg populista módon. A Demokratikus Koalíció az egyetlen olyan magyar valós támogatottsággal rendelkező politikai párt, amelyik reálisan méri föl az ország helyzetét, társadalmát, gazdaságát, nem hazudik a választóknak, hogy tudunk majd még 16. havi nyugdíjat adni nektek, kedves emberek. Nem mondja azt, hogy a 3,8%-os alapkamat az túl magas, mert a 2 az kisebb szám, mint a 3,8. Gyakorlatilag a teljes politikai diskurzus arról szól, hogy a Fidesz mond valami végzetesen és végletesen demagóg dolgot, és arra valamilyen módon a legtöbb demokratikus erő válaszol. Egyedül a Demokratikus Koalíció az, amelyik a józan realitást talaján áll. Van még egy, és pont ugyanezeket az elveket képviseli, talán még határozottabban, még jobban kiáll a kapitalizmus a szó legjobb értelmében vett értékeiért. Hát ez a Bokros Lajos által vezetett Modern Magyarország mozgalom. Hát elmúlt években az ő tanácsadója voltak. Ez nem lett volna evidencia, hogy ebben a pártban ennek építésében vesz részt? A pártpolitika attól abban különbözik az értelmiségi tevékenységtől, politikai elemző, politológus, tanár, közgazdás, stb. Publicista tevékenységétől, hogy azt kiáll a választók elé feltartott fejjel, és azt mondja, hogy én vagy mi, a mi közösségünk valami olyat tud önöknek, kedves választók, kínálni, amely dolgokkal az ország növekedő pályára állítható, és amely reálisan elvezethet egy kormányváltáshoz, egyedül vagy másokkal. Ma Magyarországon be kell látnia minden konzervatívnak és minden szabadelvű konzervatívnak ebben az országban, hogy nem tudnak valós társadalmi támogatottságot generáló, elérő pártot létrehozni. Nincs olyan támogatottság, nincs olyan erő a magyar társadalomban. Tehát, kár új pártot alapítani? Igen, mert a társadalomban nincs meg az a büszkén, transzparensen támogatást vállaló vállalkozói réteg, amik azt mondja, hogy én benneteket támogatlak nyíltan, teljesen transzparens módon. Nincsen egy olyan értelmiségi csapat, amik azt mondja, hogy én mellétek állok, nincsenek támogatók, akik azt mondják, hogy megszervezem országos szinten a pártot. Tehát azért nem Bokros Lajos által vezetett mozgalom, mert hogy az még nem párt, és kicsik, és nagyon újak, és mondjuk ők maguk is 2018-ra szeretnék magukat kinőni. Azért, mert az ország óriási bajban van, itt és most kell cselekedni. A pártpolitika arról szól, hogy a közhatalmat próbálja egy politikai párt megszerezni egy civil szervezettel ellentétben. Igen, ma a valós társadalmi támogatottsággal rendelkező pártok közül a legbefogadóbb, a konzervatív és szabadelvű értékek iránt legfogékonyabb programjában, napi politizálásában erre fogékony és ezt képviselő párt a Demokratikus Koalíció. Ennyire egyszerű. Összeveszed Bokros Lajossal? Nem vesztünk össze. Ahogy ez korábban is szóba került, a stratégia alkotás és a napi politikai taktika kérdésében eltért a véleményünk egymástól. Ebben semmilyen különleges dolog nincsen, naponta vannak ezzel eltérő vélemények. Tehát én azt gondolom, hogy a lényeg az, nem az a lényeg, hogy adott esetben feltétlenül ki milyen keretek között politizál, hanem az a legfontosabb dolog, hogy azokat az értékeket, amelyeket valaki képvisel, lehetőség szerint kompromisszummentesen tudja képviselni. És ezt a lehetőséget ma a Demokratikus Koalíció kínálja a legszélesebb spektrumnak. Azt tudja, hogy most nagyon sokan azon találgatnak, vagy azon fognak találgatni, hogy vajon mit ajánlott a Gyurcsány a kerékpárcinak? Hát aki 9 hónappal a választások előtt a mai magyar viszonyok között bárkinek ajánl valamit, és bárki bárkitől kér valamit, az nem komoly ember, attól el kell szaladni nagyon gyorsan. Semmit nem
ajánlott Gyurcsány Ferenc, semmit nem kértem. Azon kívül, hogy munka van, feladatok vannak. Az a feladat, hogy próbáljunk egy olyan helyzetet teremteni, hogy azoknak a konzervatív embereknek, akik ebben az országban ma nem találnak maguknak választási lehetőséget, és hozzá szeretnének járulni az országban az Orbán váltáshoz, ennek a rezsimnek a leváltásához, az ország demokratizálásához, és ahhoz, hogy megjelenjen, nem csak a demokrácia visszakerüljön a helyére Magyarországon, hanem egy olyan kormányzás jöjjön létre az országban, ahol nem csak a szélsőséges demagógia, az államközpontú, az államosító, államkapitalista szemlélet jelenik meg, őnekik is legyen otthonuk. Tehát én azt szeretném, arra szeretnék energiát fordítani, hogy azokhoz az emberekhez is tudjunk szólni, és én is tudjak szólni, akik a rendszerváltozás álmát szeretnék egy kicsit talán újra megélni, mert ez egy olyan helyzet ma Magyarországon. Szeretnének kicsit jobban megélni Magyarországon. Elképzelhető, hogy most Gyurcsány Ferenc lesz az, aki ezt a bizonyos összefogás ernyőjét kinyitja, amit mások ugye becsuktak, mert hogy nagy és széleskörű összefogás, hát azt most már látjuk, hogy nem sikerült megvalósítani, amit októberben megkérdetett elmúlt év októberében Bajnai Gordon. Tehát például igaz az, hogy a liberálisokkal is lehet, hogy szövetkeznek, akár még a szozdemekkel is, aztán mit tudom én, kik jönnek még. Tehát lehet, hogy Gyurcsány Ferenc DK-ja lesz most a gyűjtőbázis? Az elmúlt másfél-két hónapban én magam is több helyen elmondtam, leírtam, teljesen függetlenül a DK-tól, hogy ezt az autokratikus, diktatórikus törekvésekkel rendelkező államkapitalista, kommunisztikus formációt, ezt az Orbán rezsimet csak úgy lehet leváltani, ha minden demokrata érzelmű ember együttműködik egymással. A demokraták a demokratákkal működnek egymással. Ehhez jó lett volna, és még jó lenne a jövőben, nem csak a közös egyéni képviselőjelölteket állítani, hanem közös országos listát is állítani. Nem a DK-n bukott meg ez a dolog, hanem a két nagyobb szövetkező félen. Értem, de most lehet, hogy a DK köré fognak szervezni. A DK pontosan ugyanazt teszi, amit eddig is mondott, hogy ők együtt szeretnének, és mi együtt szeretnénk másokkal is működni, semmiben ez nem változott. Ha valaki ebben a befogadó közösségben, a demokratikus koalícióban, amelyik nyitott a szociálliberális, a konzervatív és a szabadelvű értékek és közpolitikai elképzelések iránt, ha itt találja meg az otthonát, akkor erre nyilván nyitott lesz. Ugye én nem vagyok jelenleg a tárgyalók tagja, tehát nem tudok a DK nevében nyilatkozni, de egyet azért fontosnak tartok. Bizonyos, hogy a DK nyitott lesz arra, és ezt elmondták, leírták, hogy adott esetben nyíljon ki, nem a DK-n múlt, hogy bezárult ez a lehetőség, nyíljon ki, nem a DK-n fog múlni, hogy ez a többség létrejöjjön. Most azért hagyok abban, mert most már egy friss párttársától veszi el az időt, Vadai Ágnestől, és nagyon harcias. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is a lehetőséget.